hely vezet egy kiegyensúlyozott életviselhez, családi boldogsághoz és biztonságos, meglévő munkavégzéshez, amely mindenhez majd az anyagi feltételt is biztosítja. A meghívótokon az áll, hogy találkozzunk majd 2009-ben. Én remélem, hogy lesz lehetőség arra, hogy meg tudjátok szervezni, és valóban találkozzunk majd 2009-ben, és örömmel mondjátok majd egymásnak el azokat a történeteket, amelyekben én nagyon bízom benne, hogy sok sikertörténet lesz. De beszéltek majd arról is, hogy milyenek voltak a matematika órák, milyenek voltak a fizika, vagy géptan, anyagismeret órák, vagy a gyakorlat, kinn a gyakorlóhelyen, vagy a ruhás tanulhelyben, fodrász tanulhelyben. Előkerülnek majd jó emlékek, előkerülnek nehézségek is, de majd akkor látjátok, hogy így volt egységes az egész. A gondokkal, problémákkal és az örömökkel együtt. Remélem, hogy előkerülnek majd az iskolanapok emlékei, a közös iskolai kirándulások, a közös osztálykirándulások emlékei, a közös sportnapok vagy sportversenyek emlékei, a szerenád, és hát sok minden más, ami a négy évhez kapcsolódik a tanulmány munkán kívül is, és tette az itt eltöltött időt, reméljük emlékezetőség. Tisztelt Dallagási Ünnepség, kedves fiatalok! Most itt öt osztály, ahogy már mondtam, 142 tanulója sorakozott el a Dallagási Ünnepségre, mondjuk ide énekelve, rajtuk kívül még két osztály végezve a Kuhai-Fali Szakközi iskolában most a 13. kések és a 14-es fodrász kozmetikus osztály. Köszöntöm őket és képviselőiket erről a helyről is. Köszönöm a 13. kék kiváló közösségi munkáját, közösségi és tanulmányi munkáját, és azt a tevékenységet, amelyen a Kuhai-Fali Szakközi iskola előrehaladását, hírét, hírnevét folyamatosan erősítette. Köszöntöm a 14-es végzős kozmetikus és fodrászokat. Szeretném kiemelni, hogy közülük többen országos versenyeken kiváló eredményeket értek el. Ez is nagyon-nagyon fontos az iskolán életében. A felsorakozottak közül legkevésbé úgy tudom a 12. kiosztálytól, hiszen nagyon nagy örömünkre többségükben is folytatják tanulmányainkat, és remélem, hogy jövőre több is majd az iskola vezetés kedvesen köszönhet el, hogy így eredménye munkát, amelyel a hivatbemutatókat, a szakmai bemutatókat és az iskola minden más rendezvényét segítették, és önmaguk is részletei voltak. Szeretettel köszöntöm a 12. D-osztályt, akikben én elműszeripari szakközépiskolások és a biztonságszervezők először készültek a vizsgára. Nem mondhatjuk, hogy egyszerű volt az életünk így egyszerűen, de amikor tegnap már az egész elmondani, külön is kiemelem, hogy ebből az osztályból kerültek ki azok a tanulók, szóba hozom még nevüket, akik többször és minden évben részt vettek a megyei katasztrófa védelmi versenyen, és most 12-es korukban meg is nyerték azt, 12-es résekkel együtt, és készülnek az országos katasztrófa védelmi versenyre. Ezt szerettem volna az osztály nevének külön is kiemelni. Szeretettel köszöntöm iskolán erősségét, erős fiúit, a 12. áosztályt, ahol kisebb és két tanulók dolgoztak. Szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon sokan segítettek az iskolában, tervezésre versenyen, és olyan sem volt még, hogy bővítve tanulók, vagy bármilyen és kapta meg tanítványát. Búcsúzom tehát átmenetileg mindannyiótoktól, kívánok, hogy ezek vagy még több siker kísérje a további munkátokat, és az általános dicséret és köszönet után engedjétek meg, hogy külön is kiemeljen a legjobbakat, amelyek az osztály főnököt vezetésével a konferencia kicsület annak, tehát nem a saját véleményem, hanem a tantestület és az osztályozó konferencia, valamint a diák önkormányzat véleménye kiköz az, amelyet most szeretnék elmondani.
Elsősorban szeretném elmondani, hogy az osztályozó konferencián minden egyikinél magasabb, kicsinő tanuló létszám született, és így szeretném a kicsinő tanulókat megköszönteni. Azt kérem a kicsinő tanulóktól, hogy tegyék meg, hogy felsorakoznak itt a név nevek elmondása után, és azt követően együttesen fogom átadni ezeket a jutalmakat is. Azt követően felütösen megköszönjük őket. A 13. C-osztályból Galambos Borbála és Szarva Kézikét várjuk ide. A 2-14-ből, ők nem biztos, hogy itt vannak, Pálint Orsikát, Fekete Orsaját, Lévai Zsanestet, Sebrédi Mónika, Zana Ágnes. A 12. E-osztályból Boros Ferencet, a 12. C-osztályból Romhányi Egyet, Tóth Lézsét, a 12. A-osztályból Suki Zoltán. Tehát eddig csak Boros Ferencét látom. Az osztályfőnöki órán most 9-től fél 10-ig a tanulók megkapták a bizonyítvány, mindegyik érvényes volt, ez a legfontosabb, ezt már tegnap a futballagáson bejelentettük. És ott osztályfőnöki dicséretben részesül közösségi vagy tanulmányi munkájáért, vagy mind a kettőért a következő tanulók részesültek a következő tanulók. 12. A-osztályból Rácz János közösségi munkájáért és Csabajda Ferenc közösségi munkájáért. A 12. C-osztályból Tóth Melinda és Tóth Érike közösségi és tanulmányi munkájáért. A 12. E-osztályból Dobos Ágnes, Balogh Renáta, Sipos Andrea közösségi munkájáért. A 12. B-osztályból Polonyi Péter közösségi munkájáért. A 12. C-osztályból Kormos Anett és Mocsári Mónika közösségi munkájáért. A 2/14 osztályból Lévai Zsanett és Dana Ágnes közösségi és tanulmányi munkájáért. Szeretettel köszöntöm őket. Azt hiszem, hogy egy tapsot mindenkinek megérdemelnek. Igazgatói dicséretben részesíti az iskola vezetést, és akkor szintén azt kérem, hogy majd sorakozzanak fel ki, hogy ezt át tudjam adni. Templom Tímeát gyakorlati és közösségi munkájáért a 12. A-osztályból. A 12. C-osztályból Zabolai Gábor közösségi és szakmai munkájáért. A 12. E-osztályból Pap Tűnő tanulmányi és közösségi munkájáért, Kobolár Juliannát, Szabó Dórikát tanulmányi munkájáért, Urbán Anitát közösségi munkájáért. A 12. D-osztályból Hambori Sándor közösségi munkájáért, Tató Ildikót a 12. C-osztályból közösségi munkájáért,
és a 2014-ből Húródi Erzsébetet tanulmányi munkájáért. Kérlek valamennyi őtök egy gyerekek, ha valaki rossz színűeket kicsit is magát, akkor lépjen ki, és akkor köszönjük mindenki. Tehát mindenkinek mondom, lassítson, nem kell betesen állni, az ünnepség nem katonai demonstráció, lazán, és ha valaki kicsit is rossz, szellősebben is állhatszok, mert olyan jól elfél. Jó, nyugodtan szépen. Megépíteget, még a megalakulása környékén. Ezeket a kitüntetéseket, bocsánatot kérek, három kitüntetést alapított még a megalakulás előtt. Ezek a kitüntetések három nagyon színvonalas kitüntetés forma, amelyet a fesztiválokat is szeretnénk átadni. Balagási emléklapban kicsi és jutalmazték ezt a négy évet, nekik szeretném ezt a nagyon szép emlékalom könyvet. Szeretettel köszöntöm ezt Balagási emléklappal Suki Zoltán, a 12. A-osztályból, aki az országos húsipari szakmai tanulmányi versenyek 9. helyezést ért el. Szeretettel köszöntöm ugyanebből az osztályból Fűző János, aki nagyon jó közösségi tanulmányi munkájával végezte el, és hát fejezi be remélem, majd a 12. C-osztályból szeretettel köszöntöm Romhányi Edithét, aki nagyon szép eredményt és katonikát tudományítást kapott a Kodrász SKP versenyen. Szeretettel köszöntöm Müller Anitát a 12. E-osztályból és Balagási emléklap jutalomban részesítő szintén. Szeretettel köszöntöm kiváló tanulmányi munkájáért a 12. D-osztályból Szoltész Kínját. Hallagási emléklappal köszöntöm továbbá, és könyvtalommal Fábián Márton a 12. C-osztályból, közösségi munkájáért, tanulmányi munkájáért, de kifejezetten azért a nagyon nagy munkáért, amelyet már az előbb említett katasztrófa védelmi versenyben hosszú éveken keresztül teljesített. Szeretettel köszöntöm, és szintén Ballagási emléklap jutalommal részesítünk Munkácsi Andreát közösségi és tanulmányi szakmai napokon végzett munkájáért, Perge Adrien közösségi tanulmányi szakmai napokon végzett munkájáért, Munkácsi Andreát szeretném elmondani, több éven keresztül volt egy iskolai diák önkormányzat titkára. És szintén Ballagási emléklapban részesítünk Szerzényi Mónikát és Bálint Borsaját, ők az országos kozmetikai verseny harmadik és negyedik helyezettjei. Thank you.
Thank you.